Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kisbenedek József volt katonai attasé, egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy korán reggel befáradt hozzánk. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat reggeli politikai magazin műsorunk. Nézzünk, hol tartunk a Luachba, a zsinagógai naptárban. 5780-at írunk, Hesván havának első napján vagyunk. Rosh Hodes, Hesván egy olyan zsidó hónap, amikor egyetlen ünnep sincsen. Igaz, a reformok kitalálták, hogy mégis legyen valami ünnep, tehát akkor majd a marcipánt ünnepeljük ebben a hónapban. És akkor nézzük, hogy a civil, a Gergely naptár szerint 2019. október 30-a van, az év 44. hetébe vagyunk, ha minden igaz, szerda van. Szeretettel üdvözlünk minden Alfonz utó nevű nézőnket, mindenkit, akinek ma van a születésnapja, házassági évfordulója, vagy éppen a kórházban, a szülőszobában vajudik. Nézzük akkor, hogyan vajudnak a bankok. Az euró középárfolyama 3,29.77. Míg a januárban az Európai Uniótól feltételezhetően megváló Anglia nemzeti valutája 3,81.87, a várható időjárás mára 3,8 Celsius fok között várható. Öltözenek rétegesen, hideg már az idő, esernyőt azért vigyenek magukkal. Most nyissák ki az ablakot, vegyenek magukhoz folyadékot, hisz oda kell figyelni folyadékháztartásokra, főleg az idősebbeknek és a kisgyerekeknek, és hallgassák beszélgetésünket Dr. Kisbenedek Józseffel, akivel megnézzük, hogy mi újság a Közel-Keleten, illetve biztonsági szempontokból a nagyvilágban. Akkor üljünk repülőre, jó reggelt, ha elértük a megfelelő magasságot, kávét is kapunk, de azt már meg itt nem kap még egyszer. Addig ott van a víz, tessék kifelé fordítani a poharat, hogy mindenki lássa, hogy ön a Pirkadatban van, na meg hallja is. Érdekes dolgok történnek Libanonban. Libanonban a miniszterelnök nem tudott más megoldást, mint visszaadta a mandátumot, lemondott. Előtte szólott a néphez, és azt mondta nekik, hogy romba döntik az országot gazdaságilag és etikailag, összecsapások újfent. Nincs kizárva, hogy hamarosan újból polgárháborús állapotok lesznek Libanonban. Mi okozta ezt? Mi a megoldás, hogy ne legyen az? Ez a libanoni válság, ez nem új keletű, tehát már folyamatosan egy jó ideje hallunk erről. Hát elsősorban gazdasági természetű, de azért nem szabad elfelejteni, hogy Libanonban többféle népcsoport él, sokféle vallás keveredik egymással, komoly ellentétek vannak, és komoly politikai harcok folynak az egyes frakciók között. Hát Hariri próbált rendet csinálni, és próbálta befolyásolni a különböző pártokat, hogy ne kelljen lemondani és egy új választásokat kérni, de ezt most már nem lehetett elkerülni, tömegek mentek az utcára. Egyébként csak mellesleg érzem meg, hogy ez most egy világjelenség. Ez a nagy tömegnek az utcára vonulása. Ha elindulunk Hongkongtól, és akkor látjuk, hogy Bagdadban is tömegek vannak, Libanonban is tömegek vannak, Chilében is tömegek vannak, Párizsban is tömegek vannak, Venezuelában is tömegek vannak, tehát olyan tiltakozás hullám indult be a világban, amely próbálja megváltoztatni az adott rendszert, és hozza rendkívül kellemetlen helyzetbe a kormányokat. Na most itt Libanonban, hát el kell dönteni, hogy egy új választás során kikerül hatalomra, és látjuk azt, hogy a Hezbollah nevű szervezet, ugye, amelyet hát elég sokan terrorszervezetnek minősítenek, ettől kezdve ugye más az ország megítélése, mert képviselői ott ülnek a parlamentbe. Hát a helyzet nem is az, kevesen. Nem is kevesen. Ami azt jelenti, hogy ők most sokkal nagyobb befolyást akarnak szerezni a libanoni parlamentben, meg a kormányban, mint ami idáig volt, tehát meglátjuk, hogy mi lesz majd. Összecsapásokon Beirut utcáin azt kiabálják, hogy elég volt belőletek, hízbe alatt takarodjatok. Igen, hát ezt nem mondtam, hogy mindenki meg van elégedve a Hezbollahkal, és nem beszélve arról, hogy ugye palesztinok is bőségesen vannak ott, még
régi menekültek, frissebb menekültek, azoknak a leszármazottai. Tehát itt olyan vallási ellentétek is vannak. Hát a keresztények sem nagyon szeretik a Hizballah jelenlétét. Egyáltalán nem szeretik. Tehát ebből összehozni valami melting potot, tehát egy olyat, ahol a különböző felekezetek, illetve népcsoportok egymást megértik, nem lesz egyszerű feladat. És hogyha ez még párosul egy gazdasági válsággal, ami szintén érzékelhető Libanonban, hát az azt jelenti, hogy nem lesz könnyű megoldani. Aztán persze még hozzá kell tennem az, hogy rengeteg szíriai menekült tartózkodik Libanonban, és tudjuk azt, hogy a szírek már a háború előtt is nagyon sokan mentek Libanonba dolgozni, mert a szíreknek Libanon az körülbelül olyan, mint mondjuk a magyaroknak Ausztria, tehát örömmel mentek oda dolgozni, magasabb az életszínvonal, mint Szíriában, már a háború előtt is. Egy egész más társadalmi forma. Teljesen más, tehát most már viszont hát Szíriából kevesebben mennek mondjuk a háború miatt is, mert időnként lezárják a határt, de attól függetlenül, hogy sok szír él Libanonban jelenleg. Az előbb azt mondta, hogy napjainkban egyre többen mennek az utcára, viszont ezek a tömegek, akik az utcára kimennek, ezek hatalmas gazdasági károkat is okoznak. Hát meg összetörik csak a várost. Hogy összetörik, felgyújtják a várost. Annak idején a franciáknál kezdődött ez, amikor az egyetemisták elkezdték a kukákat borogatni, felgyújtani, utána a parkoló autókat, de ez ma már semmi ahhoz képest, ami akkor volt, hisz ma már szinte az egész város lángol. És sok helyen, de hát egy olyan városban emlékszünk, mondjuk az eseményhez kötődött, egy G7-es találkozóhoz, amikor, vagy G20-as, már nem pontosan emlékszem, Hamburgba szétverték órák alatt a város szinte. Tehát egy fejlett társadalomban, ahol föl vannak készülve, de mégsem voltak fölkészülve. Aztán megnézzük Chilét, ahol tudjuk mondani, hogy egy gazdaságilag egyébként jól működő ország, hatalmas részvagyonnal, hatalmas kobalt és egyéb nemesfémekkel, amelyeket ugye exportálnak, és egyik percről a másikra kitört egy igen komoly tüntetés, aminek következtében azt lehetett tapasztalni, hogy ugye követelték azt, hogy a metrónak a jegyárát ne vigyék föl, és hát valami 260 állomásból hát olyan 60-at szétvertek, tehát az azt jelenti, hogy még most sem működik a metró, és ott is komoly problémák vannak. Tehát ezek rohamosan, gyorsan kialakuló feszültségek, amelynek a kezelése nehéz. Na most azt tapasztaljuk, hogy a hatóság viszont rendkívül intenzíven avatkozik be, és durván. Na most ebből erőszakot szül el valapján, lesz az, amit tapasztalunk több helyen, Libanonban is, meg Chilében is, meg Venezuelában is, meg Hongkongban is. A szír területekre ugye betörtek a törökök egy invázió keretében, de most nem erről szeretnék beszélni, hanem az amerikai képviselőház tegnapi döntéséről. Vajon az, hogy az amerikai képviselőház eldöntötte, hogy a törökök által végzett pusztítás az örmények ellen az egy népirtás volt, ez most azért aktuális, mert most a törökökkel rosszban vannak, hisz szegény örmények évtizedek óta várnak arra, hogy ezt elismerjék. Hát, hogyha ezreket gyilkoltak, a törököknek az örmény népirtásról beszélnek az amerikaiak, akkor a törökök rendkívül idegesek leszek, mert köztudott, hogy ők ezt azért tagadják, és azt mondják, hogy az amerikai képviselőház most elfogadta. A képviselő elfogadta, így van. Hát most egy nagyon, nagyon bonyolult a helyzet Törökország és az Egyesült Államok között a szír helyzet kapcsán, és elég nehéz abban igazságot tenni, lévén mi is ebbe a csoportba tartozunk már, mint a NATO országok közösségébe, amikor a szövetségen belül két ország között ilyen ellentét alakul ki, mint amit most tapasztalunk, a törökök, illetve az amerikaiak között. Hát az amerikaiakat zavarja az is, hogy átvette helyettük a vezetést ott Oroszország, és ők most még több embert küldtek oda, tehát itt a közös járőrözéssel az oroszok bizonyítják, hogy ott vagyunk. Az amerikaiak meg azzal, hogy bejelentette Trump, amit most kezdenek úgy szépen lassan visszavonni, hogy kivonulnak Szíriából, hát úgy érzem, hogy ez egy hiba volt az amerikai vezetés részéről, és valószínű, hogy ezt meg fogják változtatni, mint ahogy tudjuk, hogy három helyen, tehát az izraeli határ mellett is maradnak erő, keveset beszélnek, de ott is van néhány ember, az olajmezőknél is vannak, és ezen kívül a Jordán határ mentén is vannak amerikai erők. És ugye mindez egybeesett az a kivonulás azzal az akcióval, amit már hónapok óta készítenek elő, és ennek ugye a vége az lett, hogy Abu Bakr al-Baghdadit letartóztatták, illetve nem tartóztatták, nem megölték. Ha
ha már Szíriába leszálltunk a kis helikopterünkkel, akkor érdemes egy pillanatra elidőzni arra, hogy az oroszok és a tengeri kikötők. Hisz tulajdonképpen Oroszország hadászati szempontból sehol nem adja föl a tengeri, a tengerre való kiutási lehetőséget. Ugyanezt történik Szíriába is, hisz van nekik egy katonai bázisuk, ami pont a tengeren. Sok katonai bázisuk van, tehát van tengeri, tehát tengeri kikötőt is bérelek már egy régóta, Latakia, ugye? És ezen kívül még... Ezt bérlik rendesen, hogy a szírek kiadták? Bérlik, vagy? Fizetnek érte, tehát ez bérlik, ez jó szír államnak is, mert az amerikai, vagy az oroszok ezért fizetnek, nem szokták ezt szerelemből kiadni, tehát ezek komoly üzleti dolgok, és hát az oroszok valóban ügyelnek arra, hogy ott legyenek a földközi tengeren, ott legyenek északon a különböző tengeri kiáratoknál, tehát számukra ugyanaz, ami a Szovjetunió időben volt kiárat, és tulajdonképpen a határt képezett, azt akarják, hogy ezt most fenntartsák, és fenn is tartják, tehát ez számukra nagyon fontos, éppen ezért hiú ábránd azt hinni, hogy mondjuk Szíriából ki fognak vonulni az oroszok, eszükbe sincs. Sőt, mennek még lefelé délre, és egyre másra kötik a különböző országokkal a megállapodást arra vonatkozóan, hogy bérelnek vagy egész kikötőt, vagy kikötő részt, és ott ők természetesen szabadon mozognak. Hadászati szempontból már azt hinné az ember, hogy a II. Világháború után a tengeri háborúknak vége és ilyen nincs, de ha belenézünk a szakirodalomba, akkor egyre jobban fejlesztik a flottillákat. Sokkal nagyobb a világot nézzük, a tengereknek a területe sokkal nagyobb, mint a szárazföld területe. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeket a tengereket védeni kell, és ha például a nagy országokat nézzük, akár az Egyesült Államokat, akár Kínát, a legjobban fejlesztendő terület a haditengerészet. Mert ugye a haditengerészet ott tud lenni sok helyen, bázisokat építenek ki, a repülőgépeket rá tudják telepíteni, anyahajóra onnan támadásokat tudnak végrehajtani, tehát tulajdonképpen egy repülőteret tudnak pótolni akár a tengeren is, és az anyahajó pedig oda megy a rendelés. Egy nagyon laikus kérdés, hogyha egy nem létező hálót szerelnénk a tengerekre, hány tenger alatt járó, amiről nem is feltételeztük, hogy ekkora forgalom van a tengerek alatt, akik különböző... Azt tudjuk, hogy melyik országnak hány tenger alatt járója van, azt is tudjuk, hogy ezek rendszeresen járőröznek. Amit nem tudunk, az az, hogy éppen hol tartózkodik. Na most azon kívül, hogy különböző helyeken tartózkodnak, ezeken nagyon komoly támadó fegyverek vannak, tehát itt elsősorban rakétákra, manőverező robotrepülőgépekre, pilóta nélküli eszközökre gondolok, amivel, hogyha oda megy a közelbe, akkor pillanatokon belül csapást lehet mérni. Tehát mondjuk az amerikaiakat nyilvánvaló rendkívül módon érdekli, hogy a szovjet tenger alatt jár, vagy bocsánat, az orosz tenger alatt jár, régen az Freud, volt, igen. Most az orosz, hol vannak Amerika körül? Tehát ezeket próbálják ellenőrizni, nem egyszerű dolog, ezért van az, hogy egymás után mennek, mert ugye a rádióhullámok nem nagyon terjednek a víz alatt, tehát ezeknek a felderítése meglehetősen nehéz, úgy lehet ezt megalapítani, hogy egymás közelében vannak, és köbben tudják, hogy merre mozognak. Ezek rendkívül veszélyes eszközök, hát nem véletlen, hogy a legtöbb ország, aki ezt megengedheti magának, törekszik arra, hogy egyrészt legyen tenger alatt járója, másrészt pedig legyenek olyan bázisok, ahol adott esetben ki tud kötni, föl tudják tölteni különböző anyagokkal, és folytathatja tovább a járőröket. Hát általában ezek atom meghajtások napjainkban. Van dízel is, meg van atom meghajtásúak, hát nyilván az atom meghajtású az a divat, és hát bizony ez volt egy-két tenger alatt járó dolgozó ismerős. Nagyon kemény munka egyébként, hát képzeljük el, hogy a 6-9 hónapot tartózkodnak a víz alatt, abban a nyomásban, ami ott van, és teljesen zárt körülmények között minden megvan nekik, van kórház is rajta, tehát műtétet tudnak csinálni, fogászati kezelés is volt, amelyen atomtenger alatt járon, hát nem szívesen laknék ott tartósan, az mondjuk biztos. Az ágyak is eleve úgy vannak, hogy három egymás fölött, és ugye a legfősőbb éppen, hogy be tud csusszanni oda, de hát ugye soha nem ott alszanak, mert illetve soha nem ugyanazon helyen van, mert hát hogyha szolgálatban vannak, akkor végzi a munkáját. A németek gyártanak nagyon klassz kis tenger alatt járókat, ilyen nagyon gyorsakat és aránylag kicsiket is.
főleg ezt használja az izraeli hadsereg is ott a térségben, meg használ nagyobbakat is. Igen, ezek dízeltenger alatt járók úgy egyébként, nem atommeghajtású, de hát a dízelre is sokat el lehet menni, mert persze nyilván azzal nem tud elmenni egyszerre 6-8 hónapot a víz alatt, de nagyon hatékonyak, és hát felszerelték mindenféle rakétákkal ezeket a hajókat, tehát az izraelek is arra törekedtek, hogy néhány vörös tengeren lévő országgal kötöttek szerződést, és ott tudják használni a kikötőket. De ugyanezt csinálja Irán, ezt csinálja Egyiptom, tehát itt tulajdonképpen a világtengereket járják ezek a hajók. Mennyibe lehet követni műholdakról ezeket? Sehogy nem lehet követni műholdról, mert hát a műhold azért nem lát be a víz alá. Tehát itt követni úgy lehet, hogy mennek utánuk, vagy legalábbis próbálják követni. Hát nyilván járőrzésnek megvan az útvonal, hogy merre mennek, mert hát nem össze-vissza járnak azért. Tehát a nagyvilággal csak valahogy kommunikálnak. Kommunikálnak persze, csak hát egyrészt sok van, másrészt meg eltűnnek, el tudnak tűnni pillanatokon belül. Hát elég gyorsan tudnak mozogni a víz alatt, és le tud menni különböző mély is. Attól függ, hogy milyen magasságban, illetve mélységben megy, mert ha nagyon leereszkedik, akkor azért nem olyan könnyű ezeket követni, ha felszínen megy, van úgy, a felszínen, mert csak a tornya van ki, ebben az esetben nyilván meg lehet állapítani, hogy hol van, akár juhodról is. Azok után, hogy most Libanonban is úgy tűnik, hogy hamarosan polgárháború lesz, ha csak... Hát reméljük nem, de nem zárható ki. Nagyon nem zárható ki, nagyon úgy néz ki. Jordániával azt hittem, hogy hatalmas ünnepek lesznek Jordánia és Izrael között, hisz évfordulója van a két ország között megkötött békeszerződésnek, ehelyett a jordániai nagykövet megbeszélésekre, beláthatatlan időre hazaköltözött Jordániába. Hát nem mondanám, hogy most olyan nagyon baráti a viszony Jordánia és Izrael között. Nyilván a palesztinok mögötte vannak, és tudjuk azt, hogy Jordánia lakosságának kétharmad része palesztin, és hát természetesen szolidálosak azokkal a palesztinokkal, akik Izrael területén élnek, különös tekintettel mondjuk Jeruzsálem is környékére. De hát az sem, mint a királyság, már a fekete szeptember idején egyszer azt mondta a palesztinoknak, hogy elég, emlékszünk rá, volt a 70-es években, amikor egyszerre több ezer palesztint gyilkolt meg a jordán hadsereg, és amikor elküldték őket. Igen, hát az akkor volt, most egy kicsit más a helyzet, tehát itt a palesztinok és az izraelek között kialakult feszültség miatt azonnal érezhető az, hogy a jordánok is bekeményítenek, és nagyon odafigyelnek arra, hogy mi történik Izraelben a palesztinokkal. Tudnélik, nem szeretné a jordán király, hogy az ott lévő palesztinok esetleg nagy tüntetéseket rendezzenek, és oda jutna, mint ahol mondjuk Libanon van más okok miatt, de ő retteg a nagy tüntetésektől. Az amerikai elnöknek a veje éppen Izraelbe vendégszerepel, és az izraeli médiának első alkalommal nyilatkozott. Ezzel szemben Izrael miniszterelnökének a gyermeke meg Budapesten tartott előadást. Többek között arról, hogy Izraelnek nincs szüksége az európaiak pénzére, de a Soros pénzére sem tud ehhez valamit hozzátenni. Hát hogy ne tudnék, hát Izrael igyekszik függetlenni. Tehát Izraelnek ugye van egy nagyon jó barátja, aki mindenképpen megmarad, és teljesen mindegy, hogy most melyik elnök hogyan viszonyul hozzá, és különböző tanácsadók okos vagy buta tanácsai alapján miket mond, de hát nyilván Izraelnek az első számú szövetségese bármilyen kormányos legyen, az Amerikai Egyesült Államok. Na most nem szereti, ha beleszólnak a dolgokba Izrael, tehát ő szeretné megtartani a függetlenséget, ezért vannak ilyen kijelentések. Úgy egyébként pedig én nekem az a véleményem, hogy itt az Európai Unióval való kapcsolat szempontjából Izraelnek nagyon fontos az európai gazdasági partner elsősorban, ugye? Hát a politikában viszont nem ezért szeretni. Volt számomra értelmetlen. Ha beleszólnának, azt nem szereti, tehát azt nem a akarja. Miniszterelnök fiának az előadása, de úgy látszik, hogy ő arra gondolt, hogy állítólag Soros úr és csapatai befolyásolni szeretnék az izraeli politikát és civil szervezeteket. Hát mert a zene Magyarországon egyes füleknek, tehát azért mondja ezt itt Magyarországon, úgy egyébként pedig nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy probléma lenne. A pontos idő 7 óra 31 perc, erre szánt időnk lejárt, itt folytatjuk legközelebb, és ha minden igaz, akkor már az előszobában Tordai Bence, a PM országgyűlési képviselője, választások után első alkalom, hogy helyhatósági választások után, hogy megérkezik, megnézzük, mi a mondani valója. Ennek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Előzetesek, és már is jövünk vissza Tordai Bencével, ha megérkezik.